vajon léteznek űrlények? És vajon tényleg láthatunk az égbolton ufókat? És ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor Magyarország mennyire lehet érintett a földön kívüli látogatásokban? Ezekre és ehhez hasonló UFO kérdésekre fogok választ mai vendégemtől, Miskolci László UFO kutatótól. Érdekes adás következik. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Levente klubja. Azonnal kezdünk. Szia Laci! Ugye neked megint egy könyved Magyar UFO Akták címmel, és ennek a propóján fogunk beszélgetni egymással a magyar UFO ügyekről. de azért lenne olyan kérdés, amilyen általánosságban véve az ufo fog szólni, jó? Az érdekel legelőször is, hogy téged mi köt az ufo Tehát, hogy miért érdeklődsz ufo kutatóként a, az idegen életformák iránt? Mi az érdeklődésnek a, az apropója? Szia, és sok szeretettel köszöntök mindenkit. Engem ez a téma gyerekkorom óta érdekel. Most 33 éves vagyok, és 8 éves korom óta körülbelül. Ekkor láttam egy ilyen UFO jelenséget fényes nappal, amint hát egy ilyen lapos tárgy berepült egy felhőbe, amiből aztán nem jött elő többi. Tehát ennek a felhőnek láttam az elejét és a végét is, az egyetlen felhő volt egyébként az égen, szóval teljesen tiszta égbolt volt. Részben ez motivált arra, hogy érdeklődjek a téma iránt, részben pedig az, hogy ekkoriban játszották a mozik a függetlenség napját, kaptam egy ufós újságot is a szüleimtől, és mindezek hatására úgymond fellángolt ez az érdeklődés, ami aztán végigvezetett az egész életemen keresztül, a középiskolán át így, így egészen máig. A ja, szkeptikusok azt mondják, hogy egy vadászrepülő lehet ilyenkor, vagy egy, vagy egy nem tudom én, még akkor még nem voltak drónok, meg ilyesmik abban az időben, de hogy nyilván egy csomó csomó lehetőséget fel tudnak sorolni. Te miért vagy abban biztos, hogy ez Zufó volt? Természetesen, mivel régen láttam, nem mondám azt, hogy ez egy földönkivi eredetű tárgy. Valójában én úgy vélem, hogy hogy nem lehet beazonsítani. Tehát az biztos, hogy nem madár, repülőgépet kizártam, de ettől függetlenül persze ebből még nem adódik, hogy ez egy idegen lénynek a, a, az űrhajója. Oké, okay. Nagy mondja Nagyon sok minden van az UFO jelenségbe belegyűjtve. A 90% a hagyományos földi eszköz vagy földi jelenség. Ezeket ki kell rostálni, és marad az az 5-10 százalék, ami minket érdekel. De mi alapján rostál az ezeket ki, amikor különböző iratokat nézel, meg különböző feljegyzéseket olvasol? Ö mi a szemtanúkat is felkeresek, ezért nagyjából kialakult az, hogy mit láthatnak az emberek nagyon sok esetben, de kellenek alapvető csillagászati ismeretek is, például, hogy felismerjük a csillagképeket, felismerjük azt, hogy éppen melyik bolygó látható az égen, például nagyon sokan nézték régebben is, sajnos manapság is ufónak a Starlink műhold vagy éppen a Vénusz bolygót, mert nagyon-nagyon erősen félnik az égbolton. Tehát alapvető ismereteket számításba kell venni, és ha ezek megvannak, és nincsen megoldás a jelenségre, tovább kell vizsgálódni. Ha jól akkor te is azt gondolhatod, hogy nem ebben a naprendszerben élnek idegen lények, ugye? Tehát egy másik naprendszerről lehet szó, ahol ők élhetnek, hiszen ezt a naprendszert valamennyire ismerjük már. Igen, igen, én úgy gondolom, hogy távoli virágokból jönnek ide hozzánk a Földön kívüliek. Bár vannak olyan feltételezések, kontaók, hogy lehetnek bázisaik itt a naprendszeren belül valahol, én ezt sem zárnám ki. Csillagászok is annak idején azt mondták, hogy az lenne a logikus lépés, ha például holdra telepítenének egy bázist, és akkor nem kell óriási távolságokat megtenniük. Továbbá nekem az a véleményem, hogy vannak más párhuzamos valóságok, ilyen például a multiverzum elméletek, ahonnan érkezhetnek ezek a bizonyos lények. Tehát, hogy valamiféle féregjukon keresztül akár féregjukon keresztül is, vagy akár az, hogy mivel itt a térnek a szerkezete bizonyos alkalmakkor összecsúszhat, ne kérdez, hogy hogyan, de összecsúszhat. Láttam a Marvel filmeket, nagyjából vágom, amiről van szó. Szóval igen. igen. tehát a filmek egyébként előszeretettel dolgozzák fel ezek a témákat, de a tudományos foglalkozik vele, tehát a multiverzum elméletek, a különböző dimenziók, denzitások. Tehát itt arról van szó, hogy hogyha vannak itt különböző életformák, nem feltétlenül kell csillagközi távolságot megtenniük, mert itt vannak úgymond velünk párhuzamosan is egy bizonyos értelemben. Szerinted tétezzük fel, hogy igaz, hogy vannak ufók és vannak a és jönnek hozzánk idegen lények feltérképezni mondjuk a föld nevű bolygót. Itt feltérképezésről van szó, vagy milyen célra érkezhetnek hozzánk ők? Én azt gondolom, hogy számos faj látogat hozzánk, tehát nem egyetlen egy, és éppen ezért különböző célokkal jöhetnek, különböző motivációkkal. Szóval egyet-egy válaszra ezt nem tudom leredukálni neked. Én azt gondolom, hogy vannak olyanok, mint a tudósok, tehát biológusok, akik vizsgálják az itteni életet, vannak olyanok, akik esetleg a mi szempontunk szerint esetleg negatív szándékkal vannak felénk. Például, hogyha valakit esetleg megvizsgálnak, és ezt a, az alany kellemetlenül éli meg, mint egy kísérleti patkány, vagy mint egy kísérleti egér. Valamint vannak olyanok is, akik segítő szándékkal vannak itt, és különböző problémákra is állítólag felhívják a figyelmet. Ismét olyan sztorit, ahol mondjuk valakit megvizsgált, valaki érintkezett idegen lényekkel, és az szava hihető állítás, tehát hogy igazolható bármivel is? Igen, Először is nagyon sok olyan eset van, ahol szintén itt az ilyen közvetlen találkozásoknál is ki kell zárni a hagyományos magyarázatokat. Ilyen például az alvási paralízis jelensége, az, hogy esetleg halucinálhat az illető bizonyos körülmények között, stb. stb. ezt nyilván nem sorolom föl, de igen, itt is a, a rostának az 5-10% az, amire azt mondom, hogy erre nincs magyarázat, sem orvosi szempontból, sem pszichológiai, sem biológiai, stb. És igen, én úgy gondolom, hogy vannak ilyen találkozások ezekkel a lényekkel, amik valódiak. De a Nincs magyarázat, az csak a történetre nincs magyarázat, vagy van valamiféle nyoma ennek a, a vizsgálatnak, vagy bárminek. Azért kérdezem, mert lehet, hogy én is ki tudnék olyat találni mm -hmm. íróként, amire lehet, hogy nem nagyon van magyarázat, mert az, mert az agy az érezeteket össze tudja úgy párosítani, az ember utánolvas, elolvas különböző esettanulmányokat, a sztorikat, nem tudom. Tehát hogy lehet, hogy lehetne olyat kitalálni, ami amire nincsen magyarázat, de hogy van-e bizonyíték arra, hogy ezek tényleg megtörténtek, ezek a, a vizsgálatok, beavatkozások, bármik? Igen, nagyon sok pszichológus is vizsgálta ezt a kérdéskört. Voltak ilyenek, akik azt gondolták, hogy, hogy ezekre nincsen magyarázat, egymástól független szemtanúk ugyanarról számolnak be. Nyilván itt most be lehetne venni azt, hogy már az internet korában vagyunk, bármit elolvashatunk, de még az internet előtt bőven egymástól független emberek, akik a világ számos pontján éltek, ugyanazokról számoltak be, és ők nem érintkeztek egymással. Ez az egyik, tehát hogy igen... Ez nem egy kézefogható bizonyíték, de hogyha logikusan végig gondoljuk, akkor azért kell lennie valaminek a háttérben. Aztán vannak persze olyan esetek is, amikor ezeknek a vizsgálatoknak, vagy éppen találkozásoknak megvan a nyoma a testen, vagy röngenen ki lehet mutatni, hogy esetleg van egy implantátum az emberbe, ami ismeretlen eredetű, és nem tudják, van hogy ilyen, tehát oda. Van ilyen történet, ami, ami, aminél bele implantáltak valamit az emberbe, és nem, nem tudják, hogy ez milyen Micsoda? Így van pontosan. A, a probléma ezekkel az, hogy nagyon sok esetben nem engedi az alany megvizsgálni ezt az implantátumot. Ö, például találkoztam egy magyar olimpikonnal annak idején, akinek mind a két kezében volt egy ilyen implantátum. Ő tudja, hogy nem egy sérülés során ö, ö, került bele ez a dolog. Ez az illetőnek. Pont szinkrósan a két készhelyében volt, tehát hogy ez, ez nem lehet a véletlen számlájára írni, de sajnos nem engedte megvizsgálni. Ő, ő úgy gondolta, hogy ha ezt kiveszik, akkor abból valamiféle probléma adódhat a földönkiek szempontjából. Is. Neki volt is ezzel, ezzel kapcsolatban élménye, hogy ezt berakták neki, vagy egy találkozás élménye, arra igen, beszámolt? számolt. Igen, 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 igen. Tehát, mert az embereket általában megkeresik ezek a lények, nagyon sok alkalommal ez este történik meg, erre szokták azt mondani, hogy lehet, hogy alvásik paralízis, de az teljesen másabb kategória. Tehát itt össze lehet hasonlítani az érményeket egymással. És uh, ilyenkor a találkozás uh, úgy zajlik, hogy megbénítják az embert, megvizsgálják, uh, és esetleg beleplantálnak egy ilyen implantátumot. Uh, vannak különböző érmények. Vannak olyanok, akik pozitív élményekről számolnak be. Én jobban ezeket vizsgáltam. És te mit gondolsz, hogy az implantátum az mit célal kerül bele az emberbe? Tehát miért raknak bele implantátumot? Nyomkövetésre, vagy vagy milyen céllal? Lehet ez nyomkövetés is, vagy lehet akár az, hogy a biológiai funkcióknak a, a megfigyelése tehát, hogy folyamatosan, éveken keresztül nyomon követik az adott illetőt, sőt, az is szépen kirajzolódik, hogy a, a családfákat is nyomon követik. Tehát, hogyha a, az apukának például volt egy ilyen érménye, nagy valószínűség szerint a gyerekének is lesz ilyen. Milyen... Uh milyen jó technikájuk akkor nem, tehát hogy a Földön lév implantátumokból, nem tudom, multiverzumokba átsugározva tudnak adatokat behalászni, ez kicsit nekem hihetetlen ez a része nyilvánvalóan a, a dolognak, de azért érünk itt egymással, hogy beszélgessünk mm. a kérdésről, aztán majd meglátjuk, hogy hova jutunk ki. Oké, okay. azt mondod, hogy több faj ö, létezik, ö, akkor ezek szintük máshogy is nézhetnek ki, mert ugye van ez a klasszikus ö, beszámoló a Földön kívüliekről, a nagyfej, nem tudom, uh, ilyen, fekete gyerek gyerektest, fekete szemek, nagy fekete szemek, hogy ez valós, vagy ez valamiféle fantasmagória szüleménye, tehát ezt még a filmesek találták ki, vagy pedig, vagy pedig nem tudom, képregény uh, képregényrajzolók találták ki, vagy ez valóban uh, létező fajtája lehet a Földön kívülieknek. Ö ez az ábrázolás nagyon-nagyon régi, és sokan azt hiszik, hogy a Skifi filmekből szedték ki, de nem valójában pont fordítva történt. Tehát, hogyha a skiffy ben látunk ilyen alakokat, például a Steven Spielberg filmekben is, volt olyan, hogy a filmrendezők az UFO kutatókat, szakértőket, vagy átélt élményeket kérdeztek ki, és ezek alapján alkották meg ezeket a filmeket, ezeket a külső jegyeket. De valójában igen, ez a kis szürke tipikus figura az UFO beszámolókban az egyik leggyakoribb is, és ezt utánozták le a különböző filmes rendezők. Vannak persze olyanok is, akik teljesen emberinek néznek ki. Annyi a plusz kinézetük, hogy nagyon-nagyon. Tehát úgy van, nagyon-nagyon szépek, tehát ilyen adonis külsejűek, ez elég hihetetlenül hangzik, meg vannak nagyon amorf kinézetűek is, tehát több tucat ilyen fajról számoltak be az emberek. Uh -huh. Volt olyan ö, ember, akivel te beszéltél, és azt állított, hogy ő kommunikált velük konkrétan, tehát hogy mondjuk... Ö, megkérdezte, hogy miért vagytok itt, mit akartok, vagy pedig bármit ő, ők kérdeztek tőle, akár az emberiségre vonatkoztatva, tehát hogy van ilyen kommunikációs élménye bárkinek, ami mondjuk valóban elfogadható és elhihető? Tűha, hát itt ugye kinek mi esik be az elfogadható kategóriába. Igen, vannak ilyen kommunikációk, egyeseket felhívták a különböző veszélyekre a bolygón, például, hogy a háborúkra, az éhénységre, az atombomba korszakában is felhívták a figyelmet a fegyverkezésre, hogy ezek nagyon kaotikus helyzeteket teremtenek. Nyilván ezt mi is tudjuk természetesen, de úgy gondolom, hogy ezek a fajok, mivel nyomon követik az emberi létformát, ezért látják azt is, hogy mi, mint emberiség, mivel küzdünk, mivel vívünk, vívunk. és ezekre föl is hívták a figyelmet, hogy ez, ez a későbbek folyamán, hogyha mi e, tudunk nagyobb távolságokat tenni az űrbe, ezt mi sajnos tovább fogjuk vinni, hogyha nem adjuk meg ezeket a problémákat. És ezek már kihatással lehetnek más bolygókra, más világokra is. Tehát akkor valójában ők félnek tőlünk, nem nekünk kell tőlük félnünk egy bizonyos értelemben félnek tőlünk, hogy tovább visszük a rosszat. De szerintem alapvetően itt a földön, hogyha itt maradunk, nem tudunk ártani nekik. Tehát, hogy most kicsit visszavéve a lendületből, vannak a hagyományos UFO beszámolók, amikor látnak valamit az égen, és felküldik a vadászrepülőket. Az esetek 99%-ában soha nem sikerül őket elcsípni. Tehát látják vizuálisan, látják radarokkal, tehát a, a pilóták is követik őket, de egyszerűen meglógnak a gépek elől. De 99%-ot mondtál, akkor van egy százalék, amikor nem lógnak meg? Igen, igen, van egy százalék. Ezek az úgymond UFO katasztrófák, ahol állítólag sikerül ezt a bizonyos tárgyat megsemmisíteni, vagy, vagy lezuhan az adott objektum, és itt van az a Conteo, hogy ezeket a szerkezeteket későbbiek folyamán tudósok és a katonaság megvizsgálja, és ebből próbál kinyerni egyfajta technológiai előnyt. Vagy erre bizonyíték nincsen, nem? Tehát hogy ez a, a 57-es körzet, vagy valami. 51-es 51 körzet. 51 körzet, bocsánat, tehát hogy például ez, ez egy ilyen történet, azt hiszem, hogy ilyen Igen. de hogy ott onnan van kézzelfogható bizonyíték, hogy ez ott megtörtént? Sajnos nincsen kézzelfogható bizonyíték, ezt el kell ismerni. Itt nagyon sok titkosítás alól feloldott akta van, nagyon sok katonai beszámoló van, benfentes beszámolók, valamint szemtanúi beszámolók. Tehát itt csak erre hagyatkozhatunk, ami részben kár, mert ugye nyilván kézzel bizonyítékok kellenek, részben viszont érthető, mert hogyha a katonaság kír a helyszínre, tegyük fel, megtörtént ez a katasztrófa, kér a helyszínre és begyűjt minden bizonyítékot, onnantól kezdve nem tudunk mivel előállni. És hát nekik is érdekük, hogy ez ne derüljön ki. Ugye azt te mondtad, hogy láttál egy, egy azonosítatlan repülő tárgyat az égen gyerekkorodban, akkor neked nem volt személyes találkozásod földön ha jól értem. Szerinted, hogyha te ennyit foglalkozol ezzel, akkor téged miért nem keresnek meg? Később láttam még egy-kettő ilyen UFO jelenséget, és volt olyan élményem, ami részben ufós, vagy részben spirituálisabb, és az azt mutatja, hogy az egész mögött van egyfajta intelligencia. Tehát nem arról van szó, hogy az összes ilyen tapasztalat az emberi képzelgés, fantázia vagy tévedés, hanem igenis van mögött egy olyan, amit sem a tudomány, sem az egész emberiség egyelőre nem ért. Tapasztalja, de nem érti, hogy ez hogyan működik, vagy hogyan jön létre. Tehát, hogy akkor azt mondod, hogy nem kell feltétlenül találkozni személyesen a földön kívüliekkel, nem tudnak kommunikálni valamiféle spirituális módon, vagy pedig metakommunikáció, nem tudom, tehát bármi mással, mint a személyes találkozás. nem kell, hogy szentül a vele, és beszélgessetek egymással, hanem tud valamiféle kisugázással kommunikálni. Igen, itt bejönnek olyanok a képben, mint például a telepatikus kommunikáció, vagy például a különböző, úgymond energiáknak az érzékelése, és ilyen módon is tudnak hatni ami szintén egy olyan dolog, hogy, hogy én bebizonyítani nem tudom neked, hogy így van, viszont én megtapasztaltam, és nincsen okon nekem hazudni neked. Mm az már mindenkinek egyéni dolga, hogy el, hiszél, vagy nem, de tudni kell, hogy rengeteg embernek van ilyen tapasztalata. Tehát, hogy eszméletlen mennyiségben én sem hittem volna, hogy, hogy például a magyarok között is ennyien vannak, de valószínűleg az emberek nagy része nem beszél róla, nem mer, mert fél, hogy kinevetik. Nagyon sokan a családjukkal sem tudják ezeket megbeszélni. Emlékszem, találkoztam egyszer egy, egy hölgyel, aki elmondta, hogy 40 év a házas, nagyon jól megvannak egymással, de neki voltak ilyen élményei, és fizetni nekem írta, hogy csak hogy meghallgassam, mert a férje egyszerűen nem képes rá. Aha. És elmondtam neki, hogy én pénzt ilyen esetekben soha nem fogadok el, de igen, szívesen meghallgatom az érményeit. És ezt egy kicsit ilyen úgymond rossznak érzem, hogy, hogy tényleg ott vannak emberek egymásnak, akár családon belül is, és nem fogadják el a másikat ebből a szempontból. Tehát Nyilván neked is rosszul esne, ha történne veled valami, ami, ami ilyen szintű, és nem találnál megértő fülekre. Hát abszolút igen, csak azt nem tudom, hogy mi alapján tudja ezt beazonosítani, hogy ez mondjuk egy földön kívüli kommunikáció felvétel, mert például volt nálam korábban egy szellemlátó lány Lili, aki Igen. szintén arról mesélt, hogy az energiá, energián keresztül kommunikál a szellemekkel, tehát hogy ennyire az a keretné szellemek keresése is nem vetett egy űrlényé. Uh -huh. Igen, itt egybemosódnak a határok, ezért mondta, hogy van egy olyan szakasz ennek az UFO kutatásnak, ami spirituális vonal, ezek a spirituális emberek ö, már nem azt nézik, hogy, hogy az égen mit láthatott a szemtanú, tehát nem materiális eszközökkel kutatnak, vagy nem fizikai ö, alapelvek alapján, hanem spirituális szinteken. Spirituális szinteken már tapasztalatok vannak, és amikor mm, telepatikusan, vagy bármilyen más módon, más módon energetikával, vagy bármilyennel ö, felveszi egy lény veled a kapcsolatot, akár be is mutatkozik, és ha azt mondja, tehát, hogy nem azt mondja, hogy én vagyok a, nem tudom, kicsodálnak az elhunyt szelleme, hanem azt mondja, hogy én vagyok a zéta, béta, nem tudom, milyen csillagrendszerből, az erős kérdéseket vett fel, ugye. De nekem volt már, hogy valaki előttem produkált egy ilyen jelenséget, és olyan dolgokat is tudott mondani, amit nem tudhatott volna alapvetően rólam. Milyen nevek vannak egyébként, amiket találkoztál, űrlény nevek? Nagyon sokszor úgymond nincsenek nevek, tehát hogy Aha. ezek a mi fogalmaink, a mi korlátaink. Nyilván van, hogy bemondak neveket, de vannak a lények, akik kijelentik többször is, hogy, hogy nincsen úgymond olyan szinten neveink, mint nekünk, mint nekünk, vagy mint itt az embereknek. És csak a mi kedvünkért nevezik meg magukat, ez nagyon érdekesen hangzik, és nagyon sok esetben energiával kommunikálnak, vagy különböző halandzsának tűnő nyelvvel, vagy írásmódokkal. Uh -huh. Az a feltételezés, hogy élnek köztünk is űrlények, embernek átszázva, szerintem mennyi... te is nevetsz ezen a feltételezésen, ahogy látom, ez mennyire, mennyire állja meg a hét szerinted? Ebben is ugye különböző összesküvési elméletek vannak, és az a probléma ez a témával, hogy nagyon-nagyon sok minden összesűrűsödik benne, és például, hogy volt olyan, amikor beszélgettem valakivel a témáról, és azt mondta, hogy ez egész egy badarság és kiderült, hogy ő valójában a témán belül teljesen másra gondolt, mint amiről én beszéltem. És ebben nagyon sok minden összemosódik. A hagyományos észlelésektől kezdve a spirituális tapasztalatokon át a pszichológiai jelenségeken keresztül a, a különböző konteókig, és ugye itt van az, amit kérdeztél, és ez a általában azt szokták érteni, hogy vannak itt emberbőrbe például ilyen gyíkemberek, gyíklények. <laughs> és ezzel a legtöbben nevetnek. Én azt ha? gondolom, hogy ilyen formában nincsenek. Tehát én, én ebbe kételkedek igen erősen. Tehát nem hiszem azt, hogy kimenjünk az utcára, és akkor ott mász kell egy gyíklény, csak éppen bele van bújva egy emberbőrbe. Nem, ezt határozottan tagadom, hmm. hogy ez így lenne. Oké, okay. szerinted, hogyha valaki arra ér az affinitás, hogy kommunikáljon földön kívüliekkel, és hogy mondjuk erre valamilyen szinten trenírozza magát, akár a, akár a, a belső figyelmét trenírozza, vagy nem tudom, kontrollt végez, nem tudom, hogy mi kell ehhez, akkor el tudja azt érni, hogy ez a kapcsolat ez lé lé létre tudjon jönni a földön kívüliekkel, vagy ez tényleg csak az, az ő által kiválasztottakkal történhet meg? Mivel ugye több faj van különböző célokkal, ezért biztos vannak olyanok, akik csak kiválasztanak úgymond embereket. Nem tudjuk, hogy milyen rostálás alapján. De igen, valószínűleg van olyan faj, aki bárkivel képes kommunikálni, ha mi képesek vagyunk odáig eljutni. És nagyon jókat mondtál, mert nagyon sokan azt mondják, hogy meditatív állapotokba, különböző agykontrollokkal, kerülnek kapcsolatba, vagy art control módszerek által kerülnek kapcsolatba, és én mindig úgy voltam vele, hogy nekem miért nincsen érményem, még évekkel ezelőtt. Tehát annyi mindenkinek van, én ezzel foglalkozom, nekem miért nincsen. Én is, én is elkezdtem ezekkel a dolgokkal foglalkozni, mint meditáció, vagy relaxációs állapotok, és lettek érményeim. Tehát, hogy olyanok, amiket én, én határozottan tagadtam, hogy ezek lennének, vagy, vagy hogy különböző emberek megtapasztalták volna, megtapasztalták volna őket, de aztán nekem is lettek. Aha. És én mindenkivel szemben kritikus vagyok, függetlenül attól, hogy most valaki ezt a témát ugye eléggé nem veszi komolyan, én mindenkivel kritikus vagyok, de legfőképpen magammal. Tehát én magamat semmilyen módon nem próbálom, nem próbálom és nem is akarom becsapni. Így ha valamilyen élmény ért engem is, akkor mindig megpróbáltam hagyományos dolgokkal magyarázni. De, de előbb-utóbb kifogyott, úgymond a lehetőségek tárháza, és, és azt mutatta, hogy hoppá, itt tényleg történt valami, valami nem evilági, hogy úgy mondjam. Lehetett olvasni, nem tudom, 10-20 éve olyan történetek, történeteket, ahol a a nők arról számoltak be, hogy erre őket az űrhajóra, ott megtermékenyítették, majd visszaküldték a földre. Ezek közül van olyan, ami hihető történet szerinted, vagy pedig ezek fantazmagóriák? nem találkoztam ilyen személyel, személyesen, persze én is olvastam ö, ezekről a beszámolókról. Itt is meg a hagyományos magyarázat az álterhesség. Tehát amikor az ember, vagy a hölgy azokat a tüneteket produkálja, mint a terhes lenne, való, de valójában nem az. Ö, tehát a szkeptikusok ugye ennek a verziónak hisznek, míg az UFO kutatók viszont úgy vélik, hogy igenis megvan ennek a valóság alapja, és ide tolják be azt a hipotézis, hogy genetikai kísérleteket végeznek az emberi fajon ezek a lények. Tehát, hogy igen, nem mondanám azt, hogy, hogy mindegyes ilyen élmény megmagyarázható ezzel az terhességgel, de nem találkoztam egyelőre ilyen személlyel. Vagy hogy született ebből a gyerek? Tehát, hogy van, van olyan eset, ahol a gyerek megszületett? Igen, igen, igen. Ö... Az nyilván nem áll terhesség, az igazi terhesség. Csak, hogy a gyereket vizsgálták vajon. Hogy vizsgálták, van... igen, vannak ilyen beszámolók. Igen. És mit minket írnak róla, vagy milyen, milyen ö, eredménnyel vizsgálták? Olyan, mintha. Ö... Tehát, hogy mintha ezeknek a gyerekeknek lenne egyfajta paranormális képessége is az idők folyamán. Vagy hogy ugyanúgy kapcsolatba lépnek vele, akár felnőtt korában is a földön kívülek. Tehát nem tudjuk, hogy miért csinálják ezeket, de egyelőre vannak ilyen különböző biológiai kísérleteik, hogy úgy mondjam. Állítólag van egy olyan hipotézis, ezt sem lehet sem megcáfolni, hogy ez az adott faj, ez a földön kívül faj, nem tud úgymond úgy szaporodni, mint mi, vagy valamiféle sérülés került a genetikai állományukba, és ezért kísérleteznek velünk. Szerinted lesz majd egy olyan pont, amikor ö, olyan szinten ö, fognak a föld felé érkezni idegen ö, életformák, hogy az mindenki számára észrevehető lesz. Most nem akarok így függetlenség napját hmm. jósolni, vagy egy nagy letámadást jósolni, de hogy szerinted lesz valami olyan pont, amikor, ö, amikor ö, a szkeptikusok is át tudják majd azt hinni, hogy léteznek földön kívüliek, tehát hogy számukra is majd láthatóvá fog válni én nagyon reménykedem benne, hogy egyszer elérkezik a, az emberiség egy ilyen szakaszba. Egyelőre én nem látom azt, hogy itt tartanánk. Tehát ha belegondolsz, nagyon kaotikus a világunk. Tehát háborúk vannak, az emberiség egy része éhezik, sorolhatnám a problémákat. Most oké, hogy foglalkoznak velünk, mint emberi fajjal, de ez nekik is kockázatos lehet, hogyha nyilvánosan leszállnak, és mindenki számára a kétséget kizárólag bebizonyul, hogy itt vannak, mert akkor az emberiség tőlük várnák a... a, a megváltást, hogy úgy mondjam, tőlük várnák azt, hogy minden egyes problémánk megoldódjon, a katonaság azon nyomban meg szeretné szerezni a technológiát, tehát hogy nem hiszem, hogy egy ideig egy megoldás megszülethetne, de szerintem nem, nem hosszantartóan. Tehát előbb-utóbb meg lennének ennek a nyílt kapcsolat felvételnek a buktatói is. Ugye elég sokszor ér ez a kritika a különböző ilyen UFO megfigyeléseket, hogy elég rossz minőségűek a képek, meg a videófelvételek. Ez miért van szerinted, hogy ezt ki lehet valahogy köszöbbülni a jövőben? Itt az a baj, hogy az emberek összemossák a különböző technológiákat. Tehát ugye szokták mondani, hogy mindenki zsebébe ott van a mobiltelefon, miért nem tudnak lőni egy tök jó képet. Hát ugye a mobiltelefonok között is vannak különböző kategóriák, és a legtöbb ugye szelfizéset, kitűnő, nagyszerű képeket készít, vagy felvételeket, de ha egy tárgy minél messzebb van, és mi rázummolunk annál pixelesebb a kép. Az én telefonom nem a legdrágább, nem is a legolcsóbb, de én is, hogyha például rázumolok egy, egy repülőgépre, annál rosszabb a minőség az egész felvételnek. Persze, és, Igen, és nem lapul mindenkinek a zsebébe egy, egy, egy tök jó mobil, meg azért figyelembe kell azt is venni, hogyha egy nagyon jó képet szeretnénk készíteni, akkor állványt kell használni Használni. Csak nagyon sok ilyen és egyszerűen erre nincsen idő. Nagyon gyorsan uh, zajlanak le a folyamatok, mire te fölállítod az állványt, ráteszed a gépet, és nem is mobiltelforról beszélünk, hanem tegyük fel a profi uh, fényképezőgépről, beállítod a különböző dolgokat, addigra az az UFO már szerintem százszor elszáll. Tudok egy képen, hiány már meg egy picit két le. <laughs> igen, igen, pontosan, sajnos ez nem teszik meg nekünk, de azért gondoljunk bele, hogy itt pillanatokon múlik az egész, és hát azért nem hiszem, hogy mindenki cipelne magával állványt. Nekem van egy ismerősöm, aki különböző természet Jelenségeket fotóz le, akár viharokat, villámvadászt. Igen, jóformán az. És neki egyetlen egyszer sikerült egy ilyen ufót lefotóznia, állványjal, nagyon jó beállításokkal, de még itt sem látszanak túl nagy részletek. Akkor egy mobiltelefontól mégis mit várunk, főleg éjszakai módban? És hát amiket látunk, különböző katonai felvételeket mostanában, amik publikusak lesznek, azok, azok meg éjjel látó kamerák ö, által rögzítették őket, vagy infrakamerák által és ezek a tárgyak, ne felejtsük el, hogy több kilométerre vannak a kamerától. Tehát nem az van, hogy most ott van közelembe pár méter egy UFO, és akkor lefotózom. Éppként ugye te azt mondtad, hogy nálad napközben jelent meg az első űrhajó a te életedben. Ez mennyire gyakori napközben jelenik meg valakinél valamiféle UFO? Ez is gyakori. Tehát a, igen? igen, az emberek azt hiszik, hogy a legtöbbször éjszaka történnek ezek a dolgok, de én azt gondolom, hogy gyakori nappal is. Annyi, hogy éjszaka több mindennel össze lehet keverni ezeket a tárgyakat, Értem. annyi drón van, meg mindenféle dolog. De van nagyon sűrű nagyon a, a, a nappali észre is is. Oké, okay, térjünk át a könyvet témájára. Ugye te konkrétan a, a magyar UFO aktákat vizsgáltad a könyvedben, ráadásul hozzáférte egy csomó olyan irathoz, amik titkosítva voltak a, a te közbelépésedig, ugye? Hogyha jól olvastam, akkor 8000, 8000 oldalnyi anyagot olvastál át, és bújtál át. Mennyi volt ebből a hasznosítható számodra, vagy mennyi volt az, ami, ami valóban, valóban élményről számol be, és nem valamiféle kacsa egy embernek a kitalációja, ami után utána ment a, a hivatalos szerv? Tehát mennyi a hihető része ennek a 8000 oldalnyi dokumentumpaknak? Hát tudni kell, hogy én uh, a honvédelmi levéltárban, valamint az állambiztonsági szolgálatok levéltárában uh, vizsgáltam át az aktákat tényleg ilyen 7-8 ezer oldalt olvastam át. Ebben minden benne volt, mert ez, ez, azt is taglalta, hogy éppen ki volt éppen beosztva, a kis katona éppen kilógott egy cigéért. Ugye a ez volt. egyébként össze volt gyűjtve, a ezeket kell összegyűjtened ezeket a beszámolókat. Nem, ez, ez, ez össze-vissza volt, tehát kaotikus volt. Ha. Én úgy kértem ki például a honvédelemtől, hogy szeretném kérni a taszári reptérnek az aktáit, és itt megadtam egy dátumot, hogy milyen időintervallumban. És ez, kikaptál egy ilyen pakkot, és ezt átrostáltam oldalanként. Elkezdtél fokat keresni benne. Igen, egy. igen, igen, pontosan. És akkor lehet, hogy ö, nem volt semmi a mappában, de az is lehet, hogy a nem tudom, ezer oldalból kettő volt az, ami számomra hasznos. Tehát nagyon-nagyon nagy ö, volt úgymond az, ami számomra érdektelen, de volt egy olyan része, ahol tényleg konkrét UFO-beszámolók voltak. És ezt nagyon komolyan vették egyébként a... A, a, az állambiztonsági szervek, valamint a katonaság is. Egyrészt, mert ez titkosítva volt nagyon hosszú ideig, csak ugye rajtam kívül ezeket senki nem kereste meg konkrétan. Tehát én voltam ebbe az első. És euh, részben az miatt is komolyan vették, mert hogyha a katona, vagy a pilóta, vagy, vagy bárki a honvédségtől nyilvánosan beszélt erről valakivel, mint magánemberrel, akkor azon nyomban retorzió érték. Tehát hadbíróság, vagy yeah. bármi ilyesmi. Vagy akár azt mondták a pilótának, hogy többet nem repülhet, mert lehet, hogy pszichésen labilis, vagy bármi ilyesmi. De vannak olyan esetek konkrétan az aktákban, amikor nem egy adott illető látta, hanem lehet, hogy a fél laktanya. Mi volt a legkorábbi bejegyzés, amit találtál a magyar viszonylatban? Hű, hát ez a 1960-as évekre tehető, 60-as évek második felébe történt, például egy taszári reptér felett megjelent egy gyufó, és ezt nagyon-nagyon sokan is látták ott a honvédségtől. Konkrétan megközelítette a kifutópályát, tehát hogy eléggé leereszkedett, és riadókészültség volt, nagyon sok honvéd látta, és a parancsnak kiadta utasítás, hogy MIK-21-eseket küldjenek fel az UFO után. Hát akkor ugye megtörtént az, amit már említettem, hogy az UFO elszállt, és akkor a nyomába se tudtak írni. Tehát ezt látták vizuálisan, látták a radarokkal is. Ezeket mennyire gyakori, hogy ennyire közel merészkedik egy UFO a az ez ]hez. a kisebbik része, amikor itt tényleg nagyon-nagyon közel van ez a bizonyos UFO, mert ugye, hogyha valaki nézi az interneten a felvételeket, mindig azt látja, hogy a távolban van valami, ami tényleg jó formán most már bármi lehet. De igen, vannak közeli beszámolók, amikor is látják, hogy az egy korongalakú tárgy, nem pedig egy, egy repülőgép, vagy egy hagyományos repülőgép, és akár volt, hogy olyan közelről látták, hogy, hogy azt is látták, hogy ki ül benne, tehát hogy így a plexi ablakokon keresztül is. És mit láttak? Hát, hogy akár az, hogy emberek voltak, tehát lehet, hogy a kísérleti gépet láttak, de volt olyan alkalom is, amikor ezt a tipikus kis szürkét látták, amiről beszéltünk. Kis szürkét. <gül> <gül> Imádom, oké. Okay. Uh, az űrhajóknak egyébként van különböző formája, mert ugye ez a klasszikus uh, repülő <laughs> forma, ami az embernek egy eszébe villan, hogyha mondjuk uh, uh, ufókra gondol, a UFA egyébként a, a, tárgyat jelenti, vagy pedig az űrlényeket jelenti? Nem, nem, ez azonosított repülő objektum. Ah, tehát akkor magát a gépet. Igen, a gépet jelenti, csak ugye nyelvtanilag most már így kicsit rosszul használják, mert már az űrlényekre is használják a laikusok, de nem az csak magát a objektumot jelenti. Szóval, hogy mennyi UFO van, tehát már hány, hányféle gépet érzékeltek a, a, akár a magyar viszonylatban, de akár beszéltünk világviszonylatról is. Rengeteg forma van, több tucat egyébként. A leggyakoribb ez a csészaj, a göm, vagy akár háromszög alakú, tehát ezek a leggyakoribbak. Nyilván itt számításba kell azt is venni, hogy vannak titkos katonai fejlesztések, tehát titkos repülőgépek, és néha ezeket látják a szemtanúk. Viszont én azt gondolom, hogy ezek egy része valóban kívül eredetű lehet, vagy egy másik valóságból jön, mert olyan sebességgel repülnek, amivel a legújabb fejlesztések sem tudnak, olyan mozgásokat produkálnak, ami, amit egy emberi szervezet nem bírna ki. Egy cikk mozgás, vagy, vagy, vagy akár az, hogy például csinál egy Z-alakot, vagy bármi ilyesmit. Tehát egy, olyan olyan jelenségeket produkálnak ezek a tárgyak, amit nem hiszem, hogy egy titkos katonai fejlesztés lenne. Ráadásul a formák is teljesen mások, nem egy csupaszány gépek tehát mint a mi repülőgépeink. A másik érdekessége az, hogy nem látszódik külső égés termék, nincsen hangrobbanás. Tehát ezek annyira-annyira előtnek a mi valóságunktól, vagy a mi fejlesztéseinktől is, hogy nem gondolnám, hogy minden ilyen esetben titkos repülőgépek lennének. Továbbá érdemes azt is megjegyezni, hogy, hogy nagyon sokszor ezeket nem lakott terület fölött ö, ö, tesztelik, hanem úgy a sivatag közepén, például az 51 körzetnél. Tehát azért, hogyha a katonaságnak ö, van egy titkos gépe, nem hiszem, hogy küldeni Budapest fölé, hogy mindenki lássa. Hát jó, de a, a, az űrlények, vagy hát az idegen létformák miért mutatkoznak akkor emberek előtt, hogyha a akarnak maradni, meg miért vannak kivilágít, ugye pont nekem is küldtél egy ilyen általános kérdést, ami felé érkezik, és ez is erről szól, hogy hogyha rajtizkedni akarnak, akkor miért világítják ki magukat, meg miért, miért uh, merészkednek az emberek közelébe? Igen, igen, ez nagyon sokszor megkaptam ezt a kérdést, mert az emberek egyébként két végletben gondolkodnak. Tehát az egyik végleg az, hogy leszállnak, és mindenki számára nyilvános, de ha meg rejtőzködni akarnak, mi a fenét villognak, mint a karácsonyfa. Holott a kettő között nagyon-nagyon nagy a szórás, és számtalan lehetőség lehet. Például én azt gondolom, hogy a hajók, amikor villognak, nem azért villognak feltétlenül, mert akarnak. Az is lehet, hogy egy olyan meghajtási rendszer van, ami által ez a hajó elkezd világítani. Nagyon sok ilyen kísérlet van a fizikában, nagyon sok ilyen van az atomreaktoroknál, például van a szinkroton sugárzás, amikor is a különböző részecskék fénysebességgel haladnak, és ezáltal a, a, tehát a környezet megvilágítódik. Hogyha befotja a meteorit például a légkörünkbe, az sem azért világít, mert feltétlenül akar, hanem ugye a fizikai körülmények miatt egyszerűen felragyog. És úgy gondolom, hogy mivel ezek a tárgyak nagyon különlegesen repülnek, meg nagyon más lett a meghajtási rendszer kis, lehet, hogy ez miatt ragyognak föl. Persze számtalan másik oka is lehet, de ezt csak azért mondtam, hogy, hogy én nem gondolom azt, hogy feltétlenül le kell ahhoz szállniuk, hogy, hogy kapcsolatba tudjanak lépni emberekkel. Egyébként egy csillagászokkal beszéltél, tehát hogy láttak, vagy érzékeltek már a a repülési távolságon felül is emberek? Tehát hogy a légkör azon rétegeiben hmm. is, amit mondjuk mi szabad szemmel nem láthatunk? Igen, az a tévhit uralkodik az emberek között, ö, sőt, még a csillagászok között is, hogy csillagászok soha nem látnak ufókat. Miért van ez? Ők vizsgálatják ugye az eget, miért mindig csak a laikusok látnak. De ezt meg tudom cáfolni, mert ö, több magyar csillagászra is beszéltem, akik valóban láttak ilyen jelenségeket. Persze nem merték kijelenti, hogy földön kívül de azt mondta, hogy az biztos, hogy nem is tökös volt, nem egy műhold volt, nem repülőgép volt, tehát minden lehetőséget kizárt, és azért ő szakmai szemmel évtizedeken keresztül vizsgálja az eget, ő, ő, neki úgymond a beszámolja azért hitelesebb valóban, mint egy laikusé, és azt mondta, hogy ő nem tud erre választodni, nem tudja, hogy mi lehetett. Tehát igen, vannak magyar és vannak külföldi csillagászok is, akik látnak ilyeneket, de sajnos nem nagyon merik hangoztatni, mert a szakma az azon nyomban azt mondja, hogy, hogy á, megkergődtél, meg nem igaz, meg a saját hiteledet rontod el. Tehát sajnos annyira lehúrogják ezt a témát, hogy nagyon sok ember nem mer ebben nyilatkozni, akiknek esetleg van egy komolyabb szakmai háttere. Volt-e olyan történet a könyv írása közben, ami téged is meglepett? Tehát amire te nem számítottál, vagy pedig olyan rész, ami, ami téged is megdöbbentett? Ö, ahogy írtam a könyvet, az folyamatosan alakult. Tehát, hogy alapvetően nem is az volt a célom, hogy az aktákat megszerezzem, ez csak később jött be. Egy interjús kötetet szerettem volna inkább csinálni, de folyamatosan jöttek hozzám a beszámolók. Olyan emberekkel találkoztam, most mondjuk úgy, úgy kicsit sorsszerűen, akik tudtak nekem produkálni paranormális jelenségeket, vagy akár élményeket adni ilyen spirituális szempontokból, és igen, ezek ilyen meglepő fordulatok voltak. Most mondok neked egy példát, amire azt is lehetne mondani, hogy szellem jelenség, de szerintem mégsem az. Például én három különböző embernél jártam, és mindig éreztem azt, hogy valaki fogja a balvállamat de így energetikai szempontból. De ez olyan erős volt, mintha fizikálisan valaki megfogná a válladat. Tehát azt már nem tudta meg, sem megcáfolni, sem letagadni sem, hogy ez megtörténik. Ezek az emberek nem ismerték egymást, volt közöttük olyan, aki látó, csak ha már felemlítetted a múltkori szellemes lányzót, de, ők, de ezek a látók nem szellemekkel kommunikáltak, hanem állítólag földönkűrjekkel. És ők mondták határozottan ott, mondták, hogy ott vannak az adott helységben. És euh, én ugye lát, nem láttam őket, de éreztem. Tehát ez a, annyira erős érzés volt, hogy, hogy ez biztos, hogy nem belemagyarázás. Érdekes. Emlékszem, hogy gyerekkorunkban mi a, a karombeli gyerekekkel mindig néztük az eget, és mindig akartuk, hogy lássunk egy ufo és mindig reménykedtünk, hogy hát, most meg le felettünk egy. Soha nem láttunk UFO-t. Hiába kerestük, meg hiába fixíroztuk a, az eget. Úgyhogy nekem nincsen ilyen fajta élményem. Visszatérve megint a könyvhöz. Te a történet, tehát ugye a, a kikértakták tekintetében mit gondolsz, hogy hogy Magyarország mennyire célpontja jó értelembe véve az idegen létformáknak? Mennyire gyakran jönnek ide, milyen gyakran néznek meg minket? Hűha, ez egy nagyon nehéz kérdés, vagy pontosabban a válasz nehéz, nem a kérdés, mert ugye hozzám csak a beszámolók egy része jut el, és ebből egy hamis statisztikát le tudnék vonni, ami, 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 nem, tehát én nem ismerem az összes esetet. De én azt gondolom, hogy, hogy Magyarországon nagyon sok ilyen tapasztalat van, nagyon sok ilyen észre is van, és nagyon sokszor volt olyan, hogy még a legkisebb zsákfaluban is ö, voltak olyan emberek, akik legalább egy ilyen sztorit el tudtak mondani. Lehet, hogy a saját kis szerint nyelvezetükön, de, de igen, nagyon sok emberrel történtek ilyenek, akár évtizedeken keresztül is. Tehát én azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok. Tehát igen, sok a tévedés, sok a, a, az önállítás is, de van, vannak olyan hiteles beszámolók, amire azt tudom mondani, hogy magyar emberekkel rendszeresen történnek ilyen tapasztalatok. Hozták egy kettő dokumentumot, ugye mutatóba, ezek pontosan mik? Mind a kettőn UFO észre is van, az egyik az állambiztonsági szolgálatok levéltárából van, a másik pedig a magyar honvédségtől, hát ez még a magyar néphadsereg állította ki. Mind a kettő titkosítva volt. É, és hogyan oldották ezt föl neked? Arról van szó, hogy egy idő után elévül a Elévett titkosítás kösítése. a dokumentumokról, és hát ezek régi esetek, tehát évtizedekkel korábbiak. Valószínűleg ez miatt történetett az, hogy ezeket megkaptam, bár az egyik kedves levéltári hölgy megjegyezte, hogy sajnos nem tudnak odaadni minden dokumentumot, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy vannak még. Tehát nagyon-nagyon sok lehet, én csak egy részét szereztem meg, és hát igazából senki nem ment be a levéltárba, hogy ő ezeket keresi beadtak már korábban kérvényeket, hogy nagy szeretnénk látni az ufo aktákat, és mindig jött a hivatalos válasz, hogy ilyenek nincsenek. Én más módon közelítettem meg, én átnéztem több ezer oldalt, és ezek közül mozsolázgattam ki ezeket a UFO-i Tehát egy ufo valójában, amit most ki lehet kérni, mm -hmm. hogyha valaki erre kíváncsi. Igen, igen, igen. Nagyjából igen. Ez, a, ez a történet. Mennyi... Mennyi eset oldódott fel már titkosítás alól? Tudom, hogy különböző időintervallumokra titkosítanak dokumentumokat, de hogy van egy gond, hogy általános titkosítási időintervallum, nem? Tehát, hogy nem tudom, én 20 évre, nem tudom, igen, tudom, Igen, tehát, igen. Tehát meddig tudtad feldolgozni a, a, az anyagot? Sajnos csak a 90-es évek elejéig. Ö, utána már titkosítva vannak, tehát hogyha most valaki bemegy és azt mondja, hogy 1995 aktáit el szeretném kérni, vagy akár 2015, nem fogják odaadni neki. Tehát, hogy 90-es évekig ö, nyilvánosak, azt lehet mondani, hogy tudományos támogatottsággal be lehet menni. Tehát ö, csak úgy, hogyha én simán bemegyek a levéltárba, nem kapom meg őket. Kell hozzá egy támogatás, egy szervtől, vagy bármi ilyesmitől, én így szereztem meg őket, és... Ö... Ki támogatott téged? egy gyűrkutató. Egy gyűrkutató, ha? gyűrkutató, igen. És így szereztem meg őket, de 90-es évekig bezárólag adják oda csak, utána már nem. Úgyhogy valószínűleg 91, 92, 93 és itt tovább ott is vannak, vagy lennének ilyen észreések, csak azokat nem lehet megszerezni. Uh -huh. A legérdekesebb eset mi volt ezek közül? Itt van például, pont el is hoztam neked, ez az egyik a, a Taszári reptéren történt, amit említettem, hogy a, a közel megjelent egy UFO, és ennek az a apropója, hogy 16 darab még 21-es küldtek fel az UFO nyomába. Tehát nem az, hogy felküldök egy repülőt, vagy kettőt, hanem 16-ot is felküldtek. És itt van a, a, parancsnokok aláírása, itt van aki a kezelte a dossziét, minden itt van. Tehát, hogy ezt nem lehet azt mondani, hogy egy anekdota, vagy hogy nem történt meg, vagy csak valaki kitalálta, nem ezek már konkrét tények. A másikon mi van? A másik mire számol be? Ez is egy taszári dokumentum, ez 1967-es. Itt is azt van, hogy egy ismeretlen légi cél lépett be a légtérbe, és a, hát a parancsnok kiadta azt, hogy felrepüljen egy repülőgép, és üldözőbe vegye. Kiadták a riasztást is, és itt van óra, dátum, perc, magasság, minden megadva, minden hivatalos dolog, ami jelsz kell, és egyszerűen elrepült. Tehát, hogy a sebességét és a mozgását, a magasságát nagyon-nagyon intenzíven változtatta ez a bizonyos légi cél, és végül elhagyta az országhatárt. Tehát nem tudták kötés autól érni valójában. Igen, 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 igen. Tehát én azt mondom, hogy ezek már tények. Tehát van az UFO kutatásnak egy olyan része, ami szerintem megvan az elegendő bizonyíték hozzá, hogy igen, ez valós jelenség, ezek itt vannak dokumentumformában, formában, és igen, van egy olyan része, amit sajnos egyről nem sikerült bizonyítani, de az emberek tapasztalják. Tehát én sem tudom neked bizonyítani saját érményem, de tudom, hogy megtörtént. Hogyha meg egy híres ember előáll azzal, hogy őt elvitték az ufok találkozatú fokkal és hasonló történetekkel, te igyeksz vele találkozni és beszélgetni vele, hogy fel tud mérni, hogy az mennyire valós vagy mennyire valótlan, és ez mennyire uh, van mondjuk negatív hatással azok fogkutatók meg, megítélésére, vagy alapvetően a, az idegen lényekkel kapcsolatos teóriák megítélésére? Ez mindig a, az adott egyének a beszámolójától függ, tehát hogy ő mit mond el. Uh, vannak külföldön is sztárok, hírességek, filmesek, zenészek, akik elmondják, hogy vannak ilyen tapasztalataik. Um, én sokszor azt látom, hogy ezek valódiak, Magyarországon is van egy-kettő híresség, de én úgy vettem észre, hogy ezek inkább fantaszmagóriák. Tehát, hogy nem nagyon tartom hitelesnek őket, és nagyon sokszor villognak is úgymond ezekkel az állítólagos élményekkel, de sajnos ez inkább negatív irányba a, tereli a témának a megítélését. De nevetség tárgyával teszi az egész témakört. Úgy igen, gondol, ugye? igen, sajnos. Tehát én nagyon sokszor figyelem a kommenteket, amiket én is kapok, vagy leveleket, vagy a hozzászólásokat a, a különböző UFO hírekhez, és mindenki csak nevet rajta olyan, olyan eseten is, ami konkrétan alá van támaszva a katonai eset, de ő mindig egy adott zenészhez társítja hozzá, hogy bezeg ez, és ez is és ezt mondta ezt a, ezt a butaságot. Tehát nem tudnak az emberek elvonatkoztatni egy kettő szemétől, és így általon, általános sajnos. Laci, mi a következő projekt? Tehát mind dolgozol most kutatóként? A könyvemben csak azokat az anyagokat dolgoztam föl, amik kézzel foghatóak. Tehát, hogy szerintem százszerékben bizonyíthatóak. A következő projekt az egy olyan rétege lesz, ami spirituális vonatkozású. Itt már nem tudok minden bizonyítani, de szeretnék olyan esetleg technikákat lefektetni, hogy, hogy az emberek gyakoroljanak, és meditációs technikákat, vagy relaxációs technikákat érdekében. egy kapcsolatfelvételre. Én úgy gondolom, hogy a kapcsolatfelvétel nem ezekkel a rádiótávcsövekkel fog megtörténni, hanem teljesen más módon. Tehát barátkozzunk és... az űrlényekkel. Igen, igen. Ez, 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 a lényeg. Izgalmas jövő előtt állunk. De tényleg, izgalmas tényleg a, ez, a, ez, a, történet, hogy ez valóban összejött, vagy emiatt össze, az ember nem tudom, tudatalattia játszik vele. Igen, ki kell zárni a tudatalattit is. Nagyon sok mindent ki kell zárni, de ezért is mondtam, hogy, hogy van egy olyan, ami absz abszolút, bár megfoghatatlan, de biztos vagyok benne, hogy létezik, és, és nem a tudatunknak a játéka. Szerinted a, az emberi faj fog valaha találni idegen létformát a világűrben? Szerintem fog. Biztos vagyok benne. Az is lehet, hogy még a naprendszerben is. Tehát itt még nagyon sok felfedezni valóban, független attól, hogy kiküldtünk megfigyelő szondákat, meg Érkeznek az adatok, adatok a holdról, a Marsról, különböző bolygókról. Az lesz a legnagyobb ugrás, amikor fizikálisan is el tudunk jutni ezekre a bolygókra, és tényleg szó szerint meg tudjuk őket vizsgálni, sokkal-sokkal jobban. Hát, azt szeretném, hogy ez mikor következik be? Hát, remélem a következő évtizedben igen. Tehát én nem mondanám azt, hogy most itt pár éven belül. Ugye a Marsot szokták ilyenkor előhozni. De hogyha valaki végülveszi ennek a történelmét, akkor a 60-as évektől kezdve mondják azt, hogy na a következő évtizedben jutunk a marsra, és így folyamatosan tologatják a ja. dátumot. Elon Musk is úgy már tologatja ezeket a dolgokat, de én azt gondolom, hogy 2030-as években, vagy 40-es években ez már meg fog valósulni. Izgalmas jövő tényleg. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és mesélte nekünk mindenről. Kívánom, hogy a könyvednek a következő is nagyon nagy siker legyen, és az emberek kapkodják, és esetleg tényleg egy ilyen telepatikus képességkel már tudjunk barátkozni az ülényekkel, mielőtt találkoznánk velük egyáltalán egy ilyen telepatikus telefon. Igen, jóformán az, és nagyon szépen köszönöm, hogy örülök, itt voltál. Ha tetszett, a beszélgetés iratkozz fel a csatornára, nyomj rá a csengőikonra, hogy az jelezzen, hogyha új videó érkezik. Nézd a korábbi epizódokat, szólj hozzájuk, lájkold őket, és ha van kedved, akkor kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon.